Köszöntöm Önöket! Látványos volt a hétvégén Magyar Kanizsán megrendezett 36. Durindó és 49. Gyöngyös Bokréta. A vajdasági magyarság legjelentősebb népzenei és néptánc rendezvényén 140 együttes és szólista mutatkozott be a közönség és az elismert szaktekintélyekből álló fesztiváli szakbizottság előtt. A fesztivált megelőző sajtótájékoztatón a fesztiváltanács elnöke, utalva a házigazda Tiszaparti kisvárosra, nagyon szép gondolatokat fogalmazott meg. Sokan a mi fesztiválunkat is a Tiszavirághoz hasonlítják. Néhány órás bazar, sziporkázás, és utána egy évig semmi. De akik ismerik a természetet, azok tudják, hogy a kérész évekig él a mélybe, és készül arra a néhány órás nászrepülésre. Ugyanígy a mi népzenei, néptánc, szokás, egyáltalán népművészeti hagyományaink is a mélyben bujkálnak évszázadok, talán évezredek óta, és évente egyszer szabadulnak föl, nem nászrepülésre, hanem nemzeti azonosságtudatunk megerősítésére. És ezért tartom a Durindót és a Gyöngyös Bokrétát a délvidéki magyarság egyik, vagy talán éppen a legjelentősebb rendezvényének. A Művészetek Háza nagyszínpadán két nap alatt 105 kórus, zenekar, illetve szólista lépett fel, akik nagy tapsot kaptak a hozzáértő magyar kanizsai közönségtől. A nézők között volt az Aromhegyesi Gazdagág megálmodójának és megteremtőjének, Bajusz Terike tanítónőnek az özvegye is. Nagyon tetszett, nagyon, úgyhogy régóta várom én, hogy eljöjjek, különben tudok róla sokat, mert valamikor a feleségemmel nagyon benne voltunk a kultúréletben. Ugyanis, ha tudnak a gazdagágról, ő rendezte, de ő meghalt. Olyan helyekről is jöttek, ahol alig tudnak magyarul, és azok az emberek is, tudnak énekelni, hát maguk megjár, nem úgy, mint mondjuk itt, ahol több magyarság van, ezek szebben, vagy talán jobban, de azok is megérdemlik nagyon. Lajos bácsi szereti a nótákat, ismeri is azokat, nyilván kedvenc nótája is van, feltételeztük. Persze, hogy van, és szeretem nagyon. Nem csak a népdalokat, minden nótát szeretek, minden dalt. Van, nem is tudom pontosan megmondani, hogy négy dal, de lehet, hogy nem. Az én nótám az volt, meg az övé is, hogy leszakadt a pincelakat. Jaj, de szép szeretném akadt, de nem fogom elénekülni, most nem bírom. Durindon nem tudom, de nálunk a gazdagágon danóták ezt a nótát. Szinte majdnem mindet ösmerem, csak ugye már most nem tudom, én nem bírom énekülni, meg elfelejtem a szöveget is, de mikor mondják, meghallom a nótkotát is tudom, meg a szöveget is eszembe jutott. Nagyon élveztem, mert szinte nem volt olyan, alig volt olyan, amit nem ismertem. Nagyon sokat ismertem valamikor fiatal koromban. Szerettem is tanulni, tudtam is, tudtam valamikor harmonikázni is. Nagyon sokat jártunk társaságban, még fiatalok voltunk. Szinte minden hétvégén, hát hol jön. A Gyöngyös Bokrétára bejelentkezett 35 táncegyüttes vasárnap a fesztivál lobogójának megáldását és a díszes felvonulást követően a Városháza előtt felállított színpadon lépett fel.
Ezt megelőzően kértük meg a fesztivál szakbizottságának elnökét, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének oktatóját, hogy mondjon néhány mondatot az idei rendezvényről. Ahol van élő hagyomány, és itt még van, ahol van élő tájnyelv, és itt még van, ott igazán annak a rejtett kincseit és régi rétegeit érdemes újra és újra feltárni és közönség elé vinni. Nem kell feltétlenül legtávolabbi moldvai magyarjainkhoz menni értékes, élvezhető jó dallamokért. Nem kell feltétlenül kalotaszegély vonos muzsikához fordulni ahhoz, hogy jól lássál rá énekelni, mulatni, táncolni. Itt én azt tartom a nagyon nagy előnyének és nagyon nagy értékének a vajdasági népzene és néptánc mozgalomban, hogy ellen tudtak állni ennek a nagy divat hullámnak, amit a világzene és a feldolgozások világa a kis Magyarországon és hát széles Európában mindenütt. Az idei Bodor Anikó díjat a Csókai Móra Ferenc Művelődési Egyesület Csalogány asszony kórusa kapta. A kórus ugyan nem lehetett itt, hiszen búcsú lévén Csókán család berkeiben maradtak a kórus tagjai, hiszen az az egyik legszebb családi ünnep ugye manapság is még. Ellenben itt van Tóth Rózsika, az együttes vezetője, aki át is vette és itt szorongatja a díjat. Hogyan fogadta a hírt, hogy a Csókai asszony kórus kapta ezt az elismerést? Hát nagyon meghatóan, nekünk ez igazi búcsúfia, hogy úgy őszintén megmondjam, és remélem Anikó föntről néz bennünket, mert nekünk nem csak csupán oktatónk volt, ő nekünk anyánk is volt. Ő szívesen járt hozzánk, szívesen énekelgettünk, és én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent megtanultunk tőle, amit most igyekszünk átadni a többi csoportoknak, és nagyon sokáig énekelni így együtt, mert 15 éve együtt vagyunk, de még mindig azt mondtam, hogy addig jó, még így együtt vagyunk, és Anikó velünk van, ő továbbra is velünk fog lenni, még mi létezünk. Az év első 5 hónapja mit hozott az asszony kórusnak ezen a Bodor Anikó díjon kívül? Most volt Csókán megszervezve a kóta minősítő, ahol aranypáva díjat nyertünk. Azt hiszem, hogy ez volt az utolsó díj most, ami az utolsó 6 hónapban történt az Anikóin kívül. Milyen táncokat mutattatok be? Hagyományápoló régi magyar táncokat mutattunk be. Még folyik rólatok a víz, hát meleg van ott, még a színpadon is gondolom, hát még tánc közben. Igen. Milyen sikert arattatok, hogyan ítéled meg? Én úgy gondolom, tehát itt vannak elég jó tánc csoportok, úgyhogy hát én ott a közepesnek titulálom a mi fellépésünket. Van esély esetleg eljutni a gálára? Ezt majd meglátjuk, bízzuk a zsűrire. Köszi szépen! Csongradec Szemese vagy a Kispiacra. És a kisfiam Csongradec Zonett, mink egy család vagyunk, akik a hagyományápolás céljából táncoljuk a magyar néptáncot. Ez azt jelenti, hogy az egész család egyszerre a színpadon volt? Igen, igen, igen. Pontosan. És a Csongradec név nem is magyar, ha onnan vezeték nép, ha onnan kezdjük? Nem, igen, pontosan nem. És mégis jól, kiválóan táncolja a magyar néptáncot. Bízunk benne. Kispiacon elvégre, hát gyakorlatilag más miatt nem is lehet. Aki viszont szereti a néptáncot, annak ez is megfelel, ugye? Igen, igen. Nálunk a faluban nagyon szeretik a néptáncot, és sokan űzünk. Rengeteg gyerek van, aki táncol. Itt most voltunk 40-en fönt a színpadon, kispiaciak. Hogyan szerepelt a csoport az eddigi gyöngyös bokritákon? Kispiac már nagyon régóta nem szerepelt a gyöngyös bokrétán, és most eljöttünk, hogy megmutassuk, hogy mink is vagyunk. Azt hiszem, hogy a zsűri is, és mindenki külön örül majd, hiszen az a lényeg, hogy ne halljon ki, ne vesszen el sehol sem a néptánc. Hát már lehet, hogy sokan azt gondolták, hogy Kispiacon már nincs is, ha már nem voltatok jelen a gyöngyös bokrétán. Remélem, most itt bizonyítottunk, és elnyertük a zsűri tetszését. És akkor itt egy harmadik Csongradec is. Te mióta táncolsz, vagy egyáltalán hogy kavarodtál bele? Azért, mert anyu meg apu rá beszélt? Igen, rábeszéltek, de már 5 éve táncolok. Azért nem kellett olyan nagyon rábeszélni, ugye? De. Igen? Nagyon? Nem nagyon akartál menni? Nem. És akkor mégis kötélnek át, megbántad, de szerintem nem. Nem. Mert gondolom azért, mert így sokfelé elismerhetsz a táncosokkal, ahol egyébként nem járnál soha többet úgy lett az életben. Igen.
Hol jártál már mostanában a táncosokkal? Bácsiért. Esetleg még? És ott harmadik helyezést értek el. Harmadikak voltatok? Igen, ez gyerekcsoporttal volt? Kőkenéttánccal. Ja, most a kőke táncon úbecsénak. Igen. Hát akkor látod, hogy megérte, hogy táncolsz egy kicsikét. Amúgy szereted azért, nem mennél néha szívesebben mondjuk focizni a haverokkal? De. De azért áldozol rá annyi időt, hogy gyakorolj, ugye? Igen. Sok sikert és kitartást, vegyél példát apuról és anyuról, és akkor jó kis táncos lesz belőled. Köszönöm. A fesztiváltanás döntése értelmében a jövő évi 37. durindót és a jubiláló sorrendben 50. gyöngyös bokritát Gombos rendezheti meg, mégpedig annak apropóján, hogy anno az első gyöngyös bokritára is ebben a nyugatbácskai faluban került sor. A fesztivál zászlóját Csikós László magyar kanizsai polgármesteri tanácsostól és Tóth Ágnes főszervezőtől a Gombosi Arany János Magyar Művelődési Egyesület néptáncosai vették át. Bácskos útfalván tartották az első Jászkun nemzetközi alkotótábort. Az itt született alkotásokat a falunapi rendezvénysorozat keretében állították ki. A történelmi jellegű kiállítást a jászok és a kunok ős hazájának témája köré építették. A tárlaton a 100 éve született Hangya András alkotásait is megtekinthették az érdeklődők. Az egyhetes rendezvény a jászok, kunok az ős hazában és a szórványban nevet viselte. A művész találkozót lezáró kiállításon 22 alkotó volt jelen két-két képpel. A kiállítás igazából két részből áll. Az első rész egy Jászkun festőművész találkozónak van szentelve. Május 13-ától több magyarországi és vajdasági helységből festőművészek és szobrászok alkottak itt egy héten keresztül, és az ő alkotásaikat állítottuk ki, most közvetlenül a bácskosútfalvi falunapok ünnepségének a kezdetén. A művészek kun településekről érkeztek. Az egyetlen jászfestő pirosról kapcsolódott be a munkába. Több helységből érkeztek ide festők, így Karcagról, Kisújszállásról, Kunhegyesről, Kisújszállás, igen, mondtam, Bácskosútfalváról, Feketisről, Kishegyesről, Pirosról, és szép képeket hagytak itt a művésztelep befejeztével. A szervezők fotóanyaggal egészítették ki a kiállítás anyagát. Ezzel kívántak hozzájárulni ahhoz, hogy minél jobban megragadható legyen a kun és a jász ősök élete. Itt látható, hogy körülbelül hogy néztek ki azok a mi őseink, akik ugye hát vadlóval foglalkoztak, esetleg sólyom szelídítéssel. Próbáltuk azt a témát feldolgozni, hogy az őseink
akik Ázsiából jöttek, és hát körülbelül milyen lehetett az életük abba az ázsiai világba, és milyen itt a szórványba. Hát volt, aki meg tudta témát ragadni, és ezek a képek hát többé-kevésbé tájképek lettek, de hát ezek a tájképek lehettek ott is ugyanilyenek, hát egy kicsit hegyesebbek, dombosabbak lehettek. A másik része ennek az ünnepi kiállításnak egy Hangya András emlékkiállítás, falunk szülöttje, nemzetközi hírnevű festőművész 100 évvel ezelőtt, 1912-ben született, és az ő tiszteletére festményeit is és azok másolatait is összegyűjtöttük, legalább egy kis csokorban, így Szabadkáról, Újvidékről, több helyről, Zágrábból is kaptunk festmény másolatokat, és ezt állítottuk ki ezen a mai kiállításon. Adja Isten, hogy a közeljövőben még sok ilyen művészember szülessen legyen, és az elkövetkező időkben is legyenek emberek, akik tudnak festeni majd ilyen szépen, mint ahogy Hangya András tudott festeni. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, hogy láthattam ezt a tárlatot. Hangya András kultuszának ápolásához, valamint a jász és a kunőrsökről való megemlékezéshez a jövőben is teret kíván biztosítani a művésztelep. Szeretnénk ápolni ezt a hagyományt. A Kun Világszövetségnek tavaly is, az idei évben is több helyen, így Bácskosútfalván is voltak és lesznek ünnepségeik, így szeptember folyamán az idei évben is, és ez a festőművész találkozó igazából egy része ezeknek a világtalálkozóknak. Hogyha lehet, a feltételek meg lesznek arra, hogy mi ezt folytassuk, akkor a jövője biztosítva lesz ennek a találkozónak. A tervek szerint a 9+1 nemzetközi művésztelep jövő év májusában is meghirdeti majd a Jász Kun találkozót. Vajdasági magyarok festményei 1900 és 1990 között címmel nyílt képkiállítás a Nagybecskereki Városi Múzeumban. A tárlaton 11 vajdasági magyar festő, összesen 45 alkotása tekinthető meg, amelyek az újvidéki Gyúró Popovics műgyűjtő tulajdonában vannak. Gyúró Popovics gyűjteménye több mint 1000 darabból áll, és a szerbiai, illetve a volt Jugoszlávia területén élt és munkálkodó művészek iránt érdeklődik a leginkább. 4 évvel ezelőtt már láthatta a nagybecskereki közönség gyűjteményének egy részét, most pedig azokból a képekből válogatott, amelyeket a 20. század első felében alkottak a festők. Több mint 30 éve vagyok műgyűjtő, biztosan van több mint 1000 műalkotásom, képek, szobrok. Ennek a térségnek a festői érdekelnek, és azoknak is a legjobb alkotásaik. Nem nézem, ki milyen nemzetiségű vagy vallású, az nem érdekel. Csak a jó mű, a jó kép. Most itt a magyarok képei láthatók, akik valójában a szerb festészethez, alkotókhoz tartoztak, mert itt születtek, itt dolgoztak, a szerbiai képzőművészeti egyesületek tagjai voltak, egyenrangúak a legnagyobb szerb festőkkel. A megnyitón dr. Németh László nagybecskereki megyés püspök méltatta a kiállított műveket. Ami mindenképpen nagyon érdekessé teszi az egész kiállítást, hogy egy hihetetlen gazdagság, tematikai gazdagság jelenik meg, a színek gazdagsága, a témák, tehát ahogy mondtam, tematikai kezdve
vajdasági tájképektől, utána emberi test, tehát az női aktoknak a bemutatása, majd a végén Ady Endre verseihez kötődő grafikák, amelyek az emberi lét szenvedését, az egzisztenciának a nehézségeit próbálják bemutatni, és a halál kérdését is boncolgatják. A közönség között volt Melegi Zsuzsanna, amatőr festő, valamint Bálint Aranka, levéltáros is, akik mindenki figyelmébe ajánlják a tárlatot. Rendszeresen meglátogatom minden hónap, amikor vannak tárlatok, és különösen most ez alkalommal, amikor kaptunk meghívót, hát nagyon megörültem neki, hát így, hogy a vajdasági magyar festők hogy részt vehetnek ilyen szépen 1900-tól 1990-ig, hát ez egy remek művek, a szavam nincsen, egyik szebb kép, mint a másik. És hát a mostani festők is nézhetnék többször, ellátogathatnak, és hát megnézhetnék ezt a tárlatot, és egy kicsit elgondolkozni, hogy ők is iparkodjanak, hogy ilyen híresek legyenek, és hogy majd egy nap, majd őnekik is a képük így lógjon fent a falon. Nagyon örülök, hogy itt Bácskereken ilyen szép dologban volt részem, és egy ilyen szívmelegítő dolog történt, és nagyon jó, hogy vannak ilyen emberek, mint Gyuro Popovics úr, akik közjóra adják a gyűjteményüket, és hogy mindannyian élvezhetjük ezeket a gyönyörű festményeket, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy élvezhettük a munkákat. A tárlaton Pehán József, Farkas Béla, Oláh Sándor, Csávosi Sándor, Balázs G. Árpád, Husvét Lajos, Gyelmis Lukács, Ács József, Petrik Pál, Fejes Emerik és Bosán György alkotásai tekinthetők meg. A kiállítás június végéig lesz nyitva. Köszönöm a figyelmet, egy hét múlva is számítok Önökre, addig is viszontlátásra!